Sziasztok! Ez most ö, nem recept lesz megint, hanem egy kis tip csak, hogy ö, vettem ilyen féláron én élelmiszermentésben, ilyen vagy lidőben ezeket a halapenyós ö, csigákat. És ö, hát mindegy, így 140 forint volt, de a lényeg, hogy vettem belőle egy csomót, mert én nagyon szeretem. És így simán konyhapulton a zacskóba hagyva, két-három napig is röhögve az ilyen, ilyen leveles vajas tésztás. Elállnak, és ilyenkor azt szoktam csinálni, mielőtt teszem, hogy csak bedobom a, hát én most, hogyha már van, akkor airfryerbe, vagy egy forró sütőbe, vagy a grill alá, és egy picit átforrósítom, és újra ropogós lesz, vaj, puha, mert ebben annyi, annyi zsiradék van ezekbe a tésztákba, hogy simán kibírja, de most már annyit tettem belőle, hogy unom, és ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy megfordítom, itt ugye kevesebb sajt van, és most nekem most volt még egy kis maradék pizza szósza, a hűtőbe, de akár extrém esetben is meg lehet csinálni, vagy ne isten, hogyha ha van ilyen gyári kész üveges pizza szószotok, az is jó lehet, kenek egy picit az aljára, és mint egy pizza lenne, teszek rá most meg egy kis paprikás szalámit, és most sima reszelt trapista sajtot, és így fogom, az alja ugye nem fog annyira megpirulni, főleg az Flyer-be, mert nem fog annyira alá fordulni a levegő, és akkor csinálok belőle egy ilyen mini szalám és pizza utánzatot, és viszont ott lesz az a jó kis csípős, halapenyós íz, és egy tök jó kis ebédem lesz belőle, úgyhogy különösebb energiát nem kellett beletennem a főzésébe, és megint elhasználom a maradékot, de onnan ezt még itt simán is meg lehet enni. Most leszerek még le ebből a sajtból egy kicsit, és ráteszem. Így, és akkor ezt most így 200 fokra bedobom, de van, ha nincsen elfrájeretek, akkor jók ezek a kvarc sütők is, aminek üvegtározalja, vagy simán a sütőt felforosítva beleteszitek, vagy a grill alá beteszitek, szépen pirosra megsütöm, és akkor csináltam egy halapenyős csigás mini pizzát, vagy meleg szendvicset, vagy hívjuk ezt bárminek. Hát és ezt most nem fogom megkóstolni, meg a Johnny Havernak se adok belőle, de hát így néz ki a végeredmény, és csináltam egy jó kis szalámis, paradicsomos péksüteményt a tulajdonképpen már megunt pékáróba, de ez bármilyen hasonló pékáróval meg lehet egyébként csinálni, hogy egy kicsit föltúrningoljátok, és már is egy jó ízűt lehet kajálni. Na, továbbra is mindenkinek jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!